Vízisport magazinunk szereplői sokszor órákat töltenek közúton egy-egy versenyhelyszínre sietve, de a biztonságról ilyenkor sem szabad elfeledkezni, már csak azért sem, mert szigorúbban kérik számon. Milyen változások léptek életbe augusztus 1-től? A jogalkotó úgy döntött, hogy fix összegű bírsággal rendeli büntetni a passzív biztonsági eszközök használatának az elmulasztását. Ez konkrétan azt jelenti, hogy augusztus 1-től a rendőrnek már nincs mérlegelési lehetősége, hogyha ilyen szabályszegést észlel. Lakott területen belül, ha valaki nem használja a biztonságövet, 10.000 forint bírságot kell fizetnie. Lakott területen kívül teszi ezt, akkor 15.000 forintba kerül. Hogyha autópályán, gyorsforgalmi úton, akkor pedig 30.000-be. Ennél súlyosabban büntetendő az, hogyha úgy szállít valaki gyermeket a gépkocsiban, hogy nem használja a gyerekbiztonsági rendszert. Lakott területen belül 15.000, lakott területen kívül 30.000, autópályán, gyorsforgalmi úton 45.000 forint ez a bírság. Tehát mindenkit óva intenék attól, hogy ezeket a szabályokat megszegje, hiszen komoly bírság rendelt hozzá a jogalkotó, másrészt pedig azt gondolom, a biztonság mindennél fontosabb, tehát saját maga érdekében is mindenki meg kell tegye ezt az egy mozdulatot, hogy csatt az övbe kapcsolva. Most a hajósok rendszerint nagy dumások, de azért azt mondjuk el nekik, hogy nem lehet rendőrt megdumálni. Hát ez egészen biztos, hiszen eddig volt lehetőség a rendőrnek mérlegelni, tehát akár figyelmeztetéssel is meg lehetett úszni egy ilyen esetet, vagy 3000 forint helyszíni bírsággal is. Most ez már nem lehetséges, tehát a rendőrnek törvény erejénél fogva kötelezően ki kell szabni a bírságot, és ez a bírság is fix összegű.